A gyermekhét keretében az Óbecsei Vörös Kereszt a helyi atlétikai klubbal és a Panonika ökológiai hálózattal együtt szervezte meg a futóverseny a Boldogabb Gyermekkorért elnevezésű programot az Erdőtelepítők parkjában. A mai program célja az volt, hogy a gyermekek önkéntesekként vegyenek részt a futóversenyen. Minden egyes résztvevő, a versenyzők, de a szurkolók is 50 dinárt adományoztak. Az összegyűlt pénzt, amit a mai napon és pénteken gyűjtünk majd össze, a Szociális Központ keretében működő napközis otthonnak adományozunk. Az atlétikai klub segített a futóverseny megvalósításában, mivel ez az ő szakterületük. A Panonika ökológiai hálózat pedig a program keretében megismertette a gyermekekkel ennek a parknak az értékeit. Bemutatták nekik a különböző fajta fákat, bokrokat, amik itt találhatók, hogy később, ha újra ellátogatnak ebbe a parkba, vigyázzanak ezekre az értékekre, ne pedig rongálják őket. A megmérettetésben a Szever Gyurkégy, a Zdravko Glozsánszki és a Petőfi Sándor általános iskolák második, harmadik és negyedik osztályos tanulói vettek részt. Minden csapatban 4 versenyző volt. Az első és a negyedik versenyző feladata az volt, hogy minél gyorsabban fussa le a távot, míg a második és harmadik versenyző a stafétavivés mellett más feladatot is kapott. Például, hogy egy műanyagban vigye át a labdát a célig, úgy, hogy ne essen le, vagy egy poharat tele vízzel, úgy, hogy minél kevesebb víz folyjon ki belőle. Nagyon jól szórakoztunk ma. Örülünk annak, hogy sok gyermek részt vett a programban, és reméljük jövőre még többen jelentkeznek erre a versenyre. A negyedik osztályos diákok kategóriájában a leggyorsabbak a Szever Gyurkégy általános iskola diákjai voltak. A harmadik osztályosok között a Petőfi Sándor általános iskola diákjai szerepeltek a legjobban, míg a második osztályosok kategóriájában minden résztvevő nyertes lett. A legsikeresebbek iskola felszerelést és édességet kaptak jutalmul. A verseny nehéz volt, nagy volt a konkurencia, volt egy kis lámpalázunk, mert voltak, akik majdnem olyan jól teljesítettek, mint mi, és azt hittük, hogy csak másodikak leszünk, nem pedig elsők. Nekem azt tetszett a legjobban, amikor kaptunk vizet, meg csokit. Kicsit rövid volt a futópálya, és nagyon jól éreztem magamat. Szívesen futottam volna még. Nem volt nehéz, igyekeztünk mindannyian. Megígértük, hogy megnyerjük az első helyezést. Sokan voltunk, jó volt. Jó éreztük magunkat, izgalmas volt. Arra gondoltunk mi is, hogy elsők leszünk, az meg is történt. Azt hittük, hogy nyerni fogunk, mindannyiunknak volt egy kis lámpaláza. Kicsit féltünk, hogy nem leszünk elsők. Erős volt a konkurencia. De egyébként is lényeg a résztvétel, nem csak a győzelem a fontos.